Köszöntöm a nézőket! Önök a Szakmaiság és Demokrácia Fejlesztés Pártjának területfejlesztésről szóló ülését látják. A területfejlesztésen belül ma a vidékfejlesztésről lesz szó. Bevezetőként a területfejlesztésről szóló témakörhöz nézzük azt, hogy egyáltalán mi is az, hogy területfejlesztés. A területfejlesztésnek ez egy nagyon gyakorlatias dolog. Ennek két része van, a vidék és a városfejlesztés. A városfejlesztés előnye, hogy a városok az egyes térségek központjai. Ha a városok fejlettek, akkor a környező településekről ingázva jön a munkaerő, így a város nem csak önmagát tartja el, hanem 20, 30, 40, 50 kilométeres körzetét is. Erre például egy 200 fős település nem képes, erre csak a nagyobb városok képesek, hogy egy egész térséget eltarthassanak, vagy legalábbis a környezetüket. Az ipar, a szolgáltatói szektor és a kutatás és fejlesztés is szívesebben költözik városokba, mint a vidéki területekre. A legtöbb város jólétéhez elegendő annyi, hogy ezt elősegítjük, hogy oda költözzenek a vállalatok, hogy ha Közép-Európába akarnak költözni, akkor alapvetően Magyarországot választák, és akkor a városok már alapból nyerő helyzetbe kerülnek. Viszont a vidékfejlesztésnél figyelembe kell venni, hogy az iparból, szolgáltatói szektorból és a kutatás és fejlesztési ágazatból is csak csúran cseppen a vidék számára. Így aztán ott főleg a mezőgazdaság, a helyi szintű kézművesipar, a helyi szintű kutatás és fejlesztés és a helyi szintű szolgáltatások jönnek szóba. Úgy is összefoglalhatjuk, hogy a vidékfejlesztés lényege gyakran az, hogy a semmiből kell valamit csinálni. Magyarország lakosságának 60%-a él városokban, tehát a városfejlesztéssel közvetlenül 6 millió embert érünk el. A vonzás körzetüket nehéz pontosan megállapítani a városokénak, értelemszerűen Budapest vonzás körzete a legnagyobb, a többi település vonzás körzete rendszerint csak a megyén, az adott megyén belül található, ahol a város is található. Hát az ritka, hogy több megyére kiterjedne egy adott város vonzás körzete, ez csak Pest esetében van így. 145 város van Magyarországon. Ugye a város fogalma, ugye alapvetően leegyszerűsítve annyi, hogy 10 000 fő fölötti település. Persze vannak a jogszabályok más követelményei is, de lényegében ettől válik a város várossá. 10 000 fölötti településből van 145. Van 2 000 darab, 10 000 és 500 fő közötti település, és van 1 500 fő alatti település Magyarországon. A térségekre bontott szegénységkutatások alapján 2 000 szegény településről beszélhetünk a mai Magyarországon. Ugye összesítve, nagyjából kerekítve olyan 3 200 település van, tehát abból 2 000 számít szegénynek. Számolhatunk azzal, hogy kb. Minden 500 fő alatti település szegény, az nagyjából 1 000 darab települést jelent. Ez azért van így, mert általában azokban a térségekben darabolódott fel a település szerkezet, ahol nagy a munkanélküliség, ahol nincs egy olyan pont, ami köré költözhetnének az emberek, ahol 30-40 kilométeres körzetben nincs egy olyan hely, ahol munkahelyek lennének. Ja, ott alapvetően szétdarabolt maradt a térség, és emiatt szegény is. Plusz az 500 és 1000 fő és 10 000 fő közötti településeknek a fele is nagyjából a fele szegény, tehát újabb 1000 településről beszélhetünk. Tehát megközelítőleg ennyi település van
Magyarország nyomorgó megyéiben egyébként 2000 település. És akkor, ha már így belekezdtünk a területfejlesztésbe, akkor jöjjön azon belül a vidékfejlesztés. Nos, Magyarország különböző térségeiben alakult ki a szegénység, és alapvetően így a vidékfejlesztés bevezetéseként nézzük meg azt, hogy miért, hogy mik azok az okok, ami miatt konkrétan a különböző térségekben kialakult a szegénység. Nos, délnyugat Magyarországon alapvetően, hát ugye ezen a területen itt, ezzel a barnával színezett, vagy vörössel színezett területen belül soha nem volt jelentős ipar, vagy kutatás és fejlesztési tevékenység. A szolgáltatói szektor is fejletlen, és a mezőgazdaság is csak kisebb mértékben jellemzi ezt a területet, így aztán itt lényegében eléggé sok probléma van, és hát ennek következtében fejletlen. Összesen egyetlen egyetem van ebben a térségben, ebben a kékkel bekarikázott térségben, ami jelentősebb. Továbbá a szomszédos Horvátország északi részének a nyomora is közrejátszik abban, hogy ez a térség nem tudott megfelelően fejlődni. Mert ugye azt láthatjuk Nyugat-Magyarország esetében, hogy itt nincsenek szegény körzetek, ez alapvetően például a tehetős osztrák szomszédok miatt van, ahova át lehet járni dolgozni, és ez természetesen a helyieknek nagyon nagy könnyebbség. Hát számukra nem. Őket ez már nem érinti, számukra már Ausztria messze van. Ugye Horvátország azért szegény, hogyha valakit ez érdekel, mert a jugoszláv polgárháború nagy részt Horvátország északi részét érintette, és hát emiatt az le is rombolódott. És a turizmus, mivel Horvátország déli részén jellemző, így aztán Horvátország északi része szegény maradt, így a délnyugat-Magyarországon élő magyarok nem tudnak átjárni, munkát vállalni, mert hát Horvátország északi része szegény. Jó, aztán a másik jelentős terület, Észak-Kelet-Magyarország, ahol kialakult a nyomor, a szegénységkutatások ezzel kapcsolatban 100%-ig egybecsengenek. Ugye alapvetően az Észak-Kelet-Magyarországon kialakult nyomor az azért történhetett, azért alakulhatott ki, mert 1990-ben, tehát a rendszerváltáskor megszűnt a nehézipar. Utána körülbelül nulla szintű volt a területfejlesztés. Ennek következtében egy nagyon széles körű lett a munkanélküliség, ráadásul a megszűnt nehézipar azért is problémás, mert mindenkit ebben az egész térségben a nehéziparra képeztek ki. Tehát kohászokkal van tele Észak-Kelet-Magyarország, de ők nem tudnak elhelyezkedni, mert máshol sincs nehézipar. Ez egy zsákutca volt, elvesztette a képzettségük az értékét, megszűntek a munkahelyeik, és elköltözni sem tudtak, mert az ingatlanjaik 0 forintot érnek. Nem tudják eladni, hiszen nincs aki megvenni, senki nem akar oda költözni. Úgyhogy ezt állami támogatás nélkül elköltözni sem tudnak, csak nagyon kevesen. Aztán ez erre a térségre volt jellemző. Utána pedig nézzük ezt a viszonylag nagy, hát eléggé nagy térséget, alapvetően a Nagyalföld területének majdnem teljes egészét. Hogy ott miért van az, hogy ennyire széles körű és gyakori a nyomor. A mezőgazdaság képesítése nagyjából az 1880-as és 2000-es évek között zajlott le. Ugye ez alapvetően a mezőgazdaság esetében tömeges elbocsátásokat hozott, millióknak kellett elköltöznie, sokakat rúgtak ki. Ráadásul ebben a hatalmas térségben mindössze 2 jelentősebb egyetem van, a debreceni és a szegedi. Ennek következtében
nagyon komoly problémák alakultak ki ebben a térségben. Továbbá nagyon súlyos probléma a szegény szomszédok. Észak-Kelet-Magyarország esetében Kelet-Szlovákia, Kelet-Magyarország esetében Ukrajna és Románia nyomora szintén nagyon nagy probléma. Ugye ugyanaz van, mint Délnyugat-Magyarországon, hogy nem tudnak átmenni Ausztriába munkát vállalni. Igen. Egy kicsit visszahúzod. Tudod, oldalra. Nem látom. Hát, ez ennyi, nem? Magyarország fejlett területei. Alapvetően a fejlett területek Győr-Moson-Sopron megye, Komárom, Esztergom, Vas, Veszprém, Fejér és Pest megye. Ezekben a megyékben nincs fejletlen kistérség, kivéve Vas megyében egyetlen egy apró kistérséget. Ezeken a megyéken belül csak egy-egy kisebb település van, ami fejletlennek mondható. Ezeket a településeket a szociális igazgatás, a későbbiekben létrejövő szociális igazgatás összeírja, és ezen települések kapnak fejlesztési pénzt. Továbbá. Szerencsés helyzetben van még Zala megye és Bács-Kiskun megye is. Így nagyjából 5.560.000 ember által lakott megyékben szerencsére csak elszórtan kell területfejlesztést végrehajtani, településfejlesztési vállalatokat indítani. Viszont 4,3 millió ember nincs ilyen szerencsés helyzetben. A Dél-Dunántúlon 910.000 embert érint a lecsúszott térségek problémája. Pest megyétől és Bács-Kiskun megyétől keletre viszont minden megyét érint a probléma. Tehát még egyszer, Pest megyétől és Bács-Kiskun megyétől keletre. Pest megyétől, igen, az már volt. A kelet-magyarországi problémák lényegét tekintve 3.410.000 embert érintenek. Magyarországon két fő szegénység számítási módszer létezik. A pessimista számítás szerint 4,7 millió szegény él itthon, amíg az optimista szegénység számítás szerint 3,5 millió. Az optimista szegénységbecslés alapján a problémás területek erőteljes fejlesztése lényegében felszámolja a szegénységet. Jó. Igen, és akkor most nézzük a térkép szerint egy kicsit a... Igen, tehát a helyzet az, hogy vannak olyan megyék, amik, hogyha hozzá tudnak kapcsolódni a fejlett térségekhez, akkor ők is fejletté tudnak válni. Alapvetően ilyen Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Somogy. Viszont vannak olyan megyék, amiket hiába próbálnánk összekapcsolni a fejlett területekkel, túlzottan messze vannak attól. Ilyen például Borsod, Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar megye, továbbá ilyen Békés, Csongrád és Baranya. Az ország különböző területeinek fejlettségét részletesebben bemutató térkép, ami az előbb volt, ott azt láthattuk, hogy a fejletlen térségek központjaiban egész... nem. Igen. Akkor ez a következő térkép lesz. Tehát a különböző területek fejlettségét részletesen bemutató térképen azt láthatják, hogy a fejletlen térségek központjaiban egész jó az élet. Például Egerben, Nyíregyházán, Debrecenben, Békéscsabán, Szegeden, Pécsen, Kaposváron, Szekszárdon dinamikusan fejlődő és fejlődő kategóriákba esnek ezek a települések. Viszont Miskolcra ez már nem mondható el. Miskolc az egyetlen térségi központ, aminek nem sikerült
a dinamikusan fejlődő vagy fejlődő kategóriákba bekerülnie. Azok a kisebb települések, melyek a jól élő nagyobbakhoz közelesnek, néhány közülük jó helyzetben van, de a többi rendszerint nyomorban él. Tehát amelyik település beleesik például Debrecen közvetlen vonzás körzetébe, ott még általában jó az élet, de azon kívül már Hajdú-Bihar megyében nagyon rossz a helyzet. A Nyírség esetében ugyanez, az a terület, ahol ami még Nyíregyháza közvetlen körzetébe beleesik, mint fejlett terület, ott még egész jó az élet, de attól távolabb, már 30-40 kilométerrel már szörnyű a helyzet. Tehát alapvetően itt a térképen azt láthatjuk, már itt részletesebben lebontva, hogy Észak-Nyugat és Közép-Magyarország viszonylag fejlett, vagy kifejezetten fejlett, fejlődő, dinamikusan fejlődő kategóriákban van. A kék, a zöld és a sárgával jelölt részek, hát a sárga az még elmegy, de a kék és a zölddel jelölt részek azok nagyon súlyos problémákkal küzdenek, nagyon súlyos a szegénység szinte az egész kelet-magyarországi térségben, plusz a Délnyugat-Magyarországon, amiről már volt szó. Okay. Jó. A problémák feltárása után nézzük a lényeget, hogy hogyan lehet fejleszteni a nyomorban élő térségeket. Ugye Somogy, Tolna, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád megye egyes területei közel vannak a fejlett térségekhez, így számukra az egyik legfontosabb megoldási lehetőség, hogy igyekeznek minél több ponton összekapcsolni magukat a fejlett, igyekezzenek összekapcsolni magukat minél több ponton a fejlett területekkel. Például a fejlett területek turisztikai programjaiba bekapcsolódni, mint egy újabb állomáshely a turizmuson belül. Ehhez a településeknek fel kell készülnie turisták fogadására, odajutás, szállás, sokoldalú szórakoztatás, helyi éttermek, helyi termékek, helyi művészek, minél több olyan program, amiben a látogatók részt vehetnek. Azt kell tudni az iparról, hogy a magánszféra, tehát a magáncégek szeretik a gyárakat egy helyre költöztetni. Tehát úgy is hozzá lehet kapcsolódni a fejlett területekhez, hogy ipari telephelyeket kínálnak a beköltözni vágyó, megalapuló vállalatoknak. Vagy épp megalapuló vállalatoknak. De ezek a lehetőségek a nyomorban élő települések számára csak kevésnek jelentenek kiutat. Úgyhogy a nyomorgó vidék fejlesztésénél az elsődleges kérdés, hogy hogyan lehet fejleszteni olyan területet, ami minden fejlett területtől távol esik. Észak-Nyugat-Magyarországon már munkaerőhiány lépett fel a túl sok munkahely miatt. De azokat csak megfelelő végzettséggel lehet betölteni. Tehát a költözést csak akkor érdemes finanszíroznia az államnak, ha valakinek van odaillő végzettsége. Ezt a szociális igazgatásnak kell felügyelnie, majd, mert nekik lesz elegendő rálátásuk, és ők már egyéni szinten tudnak dönteni. A szociális igazgatás egyébként önkormányzatiságot kap, ez is benne van a pártunk programjában, az önkormányzatiságot kapó szakmák között. A szociális igazgatás országos szintre rendeződik, és ők megválasztják a saját vezetőjüket, ezen keresztül lesz egy olyan szerv, ami a szegényekre különösen oda tud figyelni, sőt, csak lényegében az egyetlen feladata lesz a szegényekre odafigyelni. Igen. Nos, a költöztetéssel kapcsolatban, mert ez az egyik probléma megoldási út, a költöztetésre az állami finanszírozásért cserébe heti 4 órát be kell majd segíteni a helyi civil szervezeteknek, és a szükséges testmozgásra is el kell járnia majd, akit elköltöztetünk, tehát
megtesszük neki ezt a szívességet, hogy finanszírozzuk a költözését állami szintről, amiről az egészségügyi csoportban volt szó, erről a szükséges testmozgásról, na mindegy, erre el kell majd járnia. Amiről az egészségügyi csoportban volt szó, így közösségbe kerül az új lakhelyén, akit elköltöztetünk. Ez mondjuk pár tízezer ember elköltöztetését jelenti. De ettől még milliók maradnak szegények vidéken. Egy D betű nem kell. Tehát a megmaradó kérdés, hogy mi legyen azokkal, akiket így nem tudunk elköltöztetni, vagy nem akarnak elköltözni. A rendszerváltás után két fő irányba mentek a dolgok. Eleinte az egyéneknek osztott bőkezű segélyezés irányába, de az nem oldotta meg a problémákat. Utána a szűkmarkú segélyezés, utána a szűkmarkú segélyezés irányába, ami szintén nem oldotta meg a problémákat. Viszont a fejletlen területeken súlyos gondot okozott. Mert ugye eredetileg a szűkmarkú és a bőkezű segélyezés az egy társadalmi vitán alapszik. Azon alapszik, hogy nagyrészt a városokban keletkeznek az adók, hiszen nagyrészt a városokban vannak munkahelyek. És a városiak közül sokaknak nem tetszik az, hogy a vidékieket segélyezni kell, mert ez egy végtelen folyamat. És hát aztán ugye sokan úgy gondolták, hogyha nem kapnak segélyeket a szegényebbek, akkor majd ők elmennek dolgozni. Csak úgy abban nem gondoltak bele, hogy Magyarország egyes területein nincsenek munkahelyek. Így aztán nincs hova menni dolgozni, csak ha elköltöznek, de arra sincs pénzük. És hát 20 ezer forintos segélyből meg nem lehet elköltözni. Így aztán még a költöztető vállalat kamionját se tudott belőle kifizetni, nemhogy egy új lakást. Tehát igazából ez egy társadalmi vita volt, amiből egyébként a vidékiek teljesen kimaradtak. És hát egy ideig még tartotta magát a rendszerváltás után azt, hogy jó legyen bőkezű a segélyezés, aztán jött az a teória, hogy ha nincs segély, akkor elmennek dolgozni. Hát ez se jött be. Jó. És akkor közben előjött egy harmadik irányvonal, hogy a közfoglalkoztatás 2008-2009-től. És ezen keresztül kiosztott támogatások jöttek elő, de hiába. 2010 és 15 között 1,5 millióval nőtt Magyarországon a szegények száma. A növekvő közfoglalkoztatás mellett. Vagy hát azzal együtt. Nagyjából mindenki ugyanott látja a hibát. Az állami közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak nem tudnak kimozdulni a helyzetükből, mert nem talál számukra a település értelmes feladatot. A 47 ezer forintos fizetés pedig csak a nyomorukat stabilizálja. Ráadásul sokakat nem 8 órában foglalkoztatnak, hanem csak 6 órában, amiért 37 ezer forint jár. Ez még mélyebb nyomort eredményez. De van, akit csak 4 órában tudnak foglalkoztatni a településen, amiért mindössze 32 ezer forintot kapnak, és a környéken nincs több munkahely. A munkanélküli segély pedig havi 22 ezer forint. Tehát minden eddigi megoldás stabilizálja a nyomort. A bőkezű és a szűkmarkú segélyezés egyaránt, továbbá az állami foglalkoztatás is. Ezért. A probléma mindegyikkel ugye ugyanaz, hogy az állam próbálja megoldani az emberek megélhetését, a foglalkoztatást, de ebbe már a szocializmus időszakában belebukott az állam, hogy mindent ő maga akar megoldani, ezért. Kereskedelmi szempontból ugye azért volt rendszerváltás, hogy kereskedelmi megoldásokkal jöhessünk elő a problémákra. Hogy ne kelljen mindenhez az államra várni.
szükséges ezeknek a településeknek az állam általi támogatása, de utána a településeknek ebből piaci alapon működő vállalatot kell létrehozniuk, hogy a közfoglalkoztatottak a piacra, tehát az átvitt értelemben vett piacra termeljenek. Tehát valamilyen üzleti módon bekapcsolódjanak a világgazdaság véráramába, és ezen keresztül saját bevételekre tegyen szert a közösség. Így a foglalkoztatottak száma, a fizetésemelésük, a munkakörülményeik már nem az aktuális politikai vezetőségen fognak múlni, hanem a saját eredményességükön. Az államnak ehhez kell tőkét adni, az önálló vállalkozások, az önálló települési vállalkozások indításához. A vidékfejlesztés összességében kb. 3,4 millió ember számára jelent majd fejlett térségeket. Beszéljünk arról, hogy milyen vállalkozási lehetőségek vannak, amik szinte kimeríthetetlenek, vagy legalábbis nagy tömegeknek adnak állást. A sok helyen kézenfekvő, a legtöbb hagyománnyal rendelkező megoldás a mezőgazdaság. Nézzük először, mit nem szabad. Nem szabad tömegtermelésben termelhető árukkal próbálkozni. Például tej, tojás, kukorica, búza, rozs, rizs, napraforgó, stb. Mert ugye ebben a nagyvállalatok jók. Óriási területeket tudnak felvásárolni, nagyon sok pénzük van gépekre, nagyon sok pénzük van jól képzett munkaerőre. Így aztán ezzel senki a kisebbek közül nem tudja felvenni a versenyt. Tehát alapvetően az a kérdés, hogy a kisebb vállalatok mivel tudnak foglalkozni, hogy piacon is tudjanak maradni, hogy ne nyomják el őket a nagyok. Tehát mit érdemes kipróbálni? Amit nem lehet gépekkel betakarítani, amihez emberi munkaerő kell. Ilyen az eper, az uborka, a gyógynövények és a fűszernövények. Különösen az eper és az uborka az, vagyis az eper és a fűszernövények az, amiből bármennyit fel tud vásárolni a piac. Tehát lényegében szinte nincs az a mennyiség, amit meg lehetne termelni, és ne lehetne eladni. Méghozzá jó áron. Ha valamelyik településen alig van, vagy egyáltalán nincs rendelkezésre álló termőföld, nekik sem kell elkeseredni, mert a mezőgazdaságban minden a föld minőségén múlik. Ha ládákba földet szórnak, amibe komposztot és gilisztákat kevernek, akkor néhány 10 négyzetméteren több hektárnyi termőföldnek megfelelő mennyiséget tudnak termelni. Az eladással kapcsolatos kérdésekre, hogy kell-e weblapot készíteni, ha igen, miért, stb. Erre majd később mindjárt visszatérünk. Milyen lehetőségei vannak még a településeknek vállalkozásra, ha kapnak elegendő állami támogatást, és az állami támogatásokról is mindjárt beszélünk. Az iparból a kézműves ipar jöhet szóba értelemben. Nagyon sok helyen élnek kosárkészítő romák. Őket kérjék meg, hogy tanítsák be a települést kosárfonásra. Mert ugyanilyen alapon lehet székeket, asztalokat, kanapét, polcokat, tárolóedényeket, ládákat, fóliával kiegészítve virágcserepeket, tálcákat, bevásárlókosarakat és lámpákat készíteni. Tehát az egész falu minden házának majdnem összes bútorát közel ingyen meg tudják csinálni önmaguknak. Ha elég ügyesek, ugyanebből működőképes vállalkozást is ki tud alakítani a település. Aztán a kézművesség témaköréhez jön a kínai bambusz ültetése és felhasználása. A bambusz egy év alatt 2 métert nő átlagban, de vannak olyan fajták, amik hetek alatt nőnek.